A sárgamezes hazai Tamási csapat már a felállásával is jelezte, fölkészült a mérkőzés előtt egy ponttal többet gyűjten még előtt álló tabellai lovas Tolna VFC-ből. A Jambe Haruna Ato előretolt afrikai égpáros mögött négy középpályás vonult fel. A játékosoknak a gyors tolnai támadások sírájában való elfolytása, a megszerzett labdák megjátszása, kombinatív játéka volt a feladata. A mérkőzés összképét tekintve sikerült a taktikai terv, sem Szili, sem Királyházi, sem a játékot hátulról szervező, kapura is nagyon veszélyes gólerős, Pál Achilles nem tudott gólveszélyes helyzetbe kerülni a mérkőzés nagy részében, míg a három afrikai és a soraiban tudó sárga hazaiak többször is. Kétszer a kapufa mentette meg egyébként a tolnaiakat a góltól. Ennek ellenére még a kékek híve is optimistán várhatták a második félidőt, mert hogy ekkor még egy-egyet mutatott az eredményjelző. Szünet után alapvetően minden úgy folytatódott, ahogy az abban maradt. Kiegyenlítettebb lett ugyan a játék, közelebb került a gólszerzéshez Buzás Attila csapata, de a játékot még mindig kontrolláló Tamási támadásokban jobban benne volt az újabb gól, a győztes találat megszerzése, ami még a játékrész közepén meg is született. Mégpedig egy nagyszerű, a Tamásiakra egyébként jellemző, szemre is tetszetős támadás végén, amikor is előbb középen, aztán a jobb szélen egyérintős játékkal, a sakknyelven szólva, mattolták a vendégek védelmét. Miután a középen érkező Stojanov fejelt center pozícióból a bal alsó sarokba. 2-1, ez maradt a végeredmény is. A lefújás pillanatában örömtüzet gyújtott a meccset végig verselő éneklő Tamási B közé. Igazából a zárás, tehát meg kell zárni a befele, az volt a... Lezártátok a területet? Igen, a területet. Az volt, arról koncentráltunk az egész meccs, mert az fontosabb, mint a játék, aztán kifele indulunk. A másik afrikai támadó Ato is végig gólveszélyes volt, Londo remekelt a védelemben és a középpályán, ám a magyar mag is hozta, ami tőle elvárható. Köztük az idősebb játékosok is, mint például Szél Csaba, aki már ikonikus figurája a Tamási focinak. 4-4-2 klasszikus szisztémben játszunk, és ottan nincs nagyon emberfogás, hagyjuk kijön a labda szélére, akkor támadunk, vagy jön a passz, jön a közép hátvéd vele, tehát ez ilyen egyszerű. Csak sokat kell mozgatni jobbra-balra, sok benne a futás, és ennyi. Vagyunk többen rutinosabb játékosok ebbe a csapatba, és mostan összealakítottunk egy olyan fiatalság, rutinság, hogy ez működik. Amennyiben az utolsó fordulóban Dunaföldváron is nyer a Tamási, miért is ne, mindenképpen őszi bajnokként zár, 5 ponttal megelőzve a Tolnát, és eggyel a Bonyhádot, abban az esetben persze, ha a Völgységiek a Kakasdot a zárófordulóban esélyesként legyőzik.